Március és április folyamán összesen 4 szakmában szintvizsgáztak a 9. évfolyamos diákok a Berettyó Újfalui Szakképzési Centrum Csíhagyőző Szakgimnázium és Szakközépiskolájában. A Kereskedelmi és Iparkamara és az iskola által szervezett szintvizsga az első állomás a szakma elsajátításának folyamatában, melyen a diákok az eddig megszerzett gyakorlati ismereteikről adhatnak számot. Minden szakmában komplex feladatsort kellett végrehajtaniuk a vizsgázóknak, melyet minden esetben egy 3 fős szintvizsgabizottság értékelt. Március 12-én az eladó szakmát tanulók teljesítették a szintvizsga követelményeit, mely előfeltétele a további gyakorlati képzésüknek is. A duális rendszer keretében alakul ki a szintvizsga, és azt jelzi, hogy a gyerekek mennyire képesek irányítás mellett önállóan dolgozni. 9. évfolyamnál van a szintvizsga februártól április végéig, és akiknek sikeresen vették az akadályt, azok mehetnek nyári gyakorlatra, egyébként sajnos nem. Az eladó tanulóknak az elméleti feladatokat követően egy valós kereskedelmi környezetben kellett végrehajtaniuk a szintvizsga gyakorlati részét. Kezdtük egy bizonyokitöltéssel, ami tételhúzás alapján mindenkinek más és más volt, olyanokra, amik mindennapi gyakorlatban használjuk őket. Utána a bolti gyakorlat során volt egy eladási szituáció és egy alma értékesítés, ahol meg volt adott súlyt kellett lemérni és kiszolgálni. Április 2-án a gépi forgácsolók 9. évfolyamosoknak kellett megalkotniuk a szintvizsga munkájukat, amely egy tájoló lemez nevű alkatrész elkészítése volt, kézi és gépi forgácsoló eljárással a megadott műszaki leírás alapján. Itt is több feladatrészből tevődött össze a szintvizsga, melynek teljesítésére összesen 300 perc állt rendelkezésre. Ugyanezen a napon adtak számot tudásukról a szociális gondozó és ápoló szakmát tanuló csihások is. A szintvizsgának az a funkciója, hogy amit a hallgatók elsajátítanak az elmélet során, megnézzük, hogy ezt a gyakorlatban hogy tudják kamatoztatni. Ha valaki eredményes szintvizsgát tesz, utána tudjuk őket gyakorló helyre kiengedni. A szociális gondozó és ápoló tanulóknak is többféle feladatot kellett teljesíteniük. A szintvizsgának van egy gyakorlati és egy elméleti része. A gyakorlati része elsősegélynyújtási feladatokra koncentrál, például egy stabil oldalfekvés vagy a mentőhívás szabályait kérdezzük meg a hallgatóktól. Az elméleti része pedig betegmegfigyelésre, illetve szociális intézetekbe tett látogatások tapasztalatait foglalja össze. A tanulók igen szép teljesítményt nyújtottak a vizsgán, amely elsősorban a felkészítő szakmai oktatóknak is köszönhető. Nagyon kivételes és nagyon jó helyzetben érzem magam, mert nagyon régen vizsgáztattam ilyen kiváló hallgatókat. Maximálisan elégedett vagyok mind az elméleti, mind a gyakorlati tudásukkal. Itt azt gondolom, hogy meg kell majd köszönni a hallgatóknak a felkészítő tanárok lelkiismeretes munkáját. Eddig mindenki nagyon jól produkált a mai napon. Ennyi csak, ennyi egy rögzítőkötés. Stabil, nem mozog. A szintvizsga időszak április 25-én a heggesztő tanulók gyakorlati vizsgáival zárult a Csíhagyőző Szakgimnázium és Szakközépiskolában. A tanulók többsége általában szerencsésen túljut a szakképzés folyamatának első nagy megmérettetésén, mely annak mérésére is szolgál, hogy elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat a diák. De mindemellett nagyon fontos az is, hogy a szintvizsga során a tanulók vizsgatapasztalatokat szerezzenek, javuljon önállóságuk, és megtanuljanak gazdálkodni az idővel is. Tehát amikor heggesztel, az elektródának az alján legyen az a rész, amelyik irányba korábban a próbáknál kipopázott.
A csihás diákok mind a négy szakmában sikeresen vették az első olyan akadályt, amivel egy lépéssel közelebb jutottak céljukhoz, a szakképesítés megszerzéséhez, és ahhoz, hogy jól képzett szakemberekké válhassanak majd.